75 felvidéki és magyarországi résztvevővel tartották meg a Fabotó Citera népzene és néptánc tábort Hatfán. A nagykaposi Fabotó Citera zenekar közel 30 éves múltra tekint vissza. Céljuk az utánpótlás nevelésen túl az, hogy minél több emberrel ismertessék meg ezt a magyar népi hangszert, valamint a magyar népzenét és táncokat. Az új sorrend és a jobbkéz technikáját gyakorolják a kezdők csoportjában. Halljuk a C dűbőnél a C hangot, jó? Somogy és Fejér megyei dalokat tanulnak, egy szólamú, autentikus népdalokat, amikben motívumokat. C dűvőt, illetve C esztamot csempésznek, magyarázza a csoport vezetője. Ezt egy sima, egyszerű C fogott hangon játszunk. A vonószenekaroknál ugye meg már akkordozások mennek, és ugye mi ezt most még nem tudjuk, mert kezdők vagyunk, hanem ezt majd idővel ki fogják alakítani, de ez egy nagyon jó út arra, hogy ezt megtanulják rendesen, és ezért kell a játéktechnikát fejleszteni, nem csak a bal kéz, mert ez egy dolog, hogy ezzel kijátszom a hangokat, hanem a ritmusokat ezzel kell kijátszolnunk a jobb kézzel. Lívia a Ladmóci néptánc csoportban táncol, nemrég egy citera csoport is alakult a kis közösségükben, tanulni jött a táborba. Két éve volt itt két barátnőm szintén, és az ők javaslottára is eljöttem, mert azt mondták, hogy nagyon sokat segített nekik, és már voltunk egy párszor fellépni, mint a csoport, de szerintem minél többet gyakorol az ember, minél többet tanul, és főleg ilyen profiktól, mint például a csoportvezetőmtől, aki tanít minket. A citerások tudás szintjüknek megfelelően különböző csoportban tanulnak, de van népi ének, hegedű oktatás és néptánc is. Beállunk szépen a párokba, hagyd lássam, Miki fog meg a párodat, jó? Megvagytok, Máté, picit hátrébb. Moldvai tánc koreográfiát gyakorol a csoport Szabó Lili és Albunovics Milán vezetésével. Nagyon a talpalávalót a Bakos zenekar húzza. Figyelj! Elindulunk befelé, hogy egyet, kettőt, három, hátra a kettőt. Csak mosolygósan! A héten igazából egy eléggé vegyes felvágott csapatot kaptunk, tehát vegyes a korosztály is, tehát mint ahogy láthattátok ugye bent a próba alkalmával, de ennek ellenére tehát igyekeztünk összehozni azt, hogy mindegyik korosztály megtalálja a számára kedvezőt, avagy jól érezze magát ugye a próbán, hiszen ugye az a lényeg, hogy az egész tábor ideje alatt ugye jól érezzék magukat az emberek, akik ugye ide jönnek és töltekezni jönnek ide, és miért ne azért jönnének. Ezek a bodrogközi lányok harmadik alkalommal vesznek részt a táborban. Minden éven a néptáncot választjuk, mert nagyon szeretünk táncolni. Én már 8 éve balettozok, és modern táncolok is. Nagyon jók a programok, hogy esti táncház, ki mit tud, karaoke buli. Azt is nagyon szeretjük, hogy minden éven ugyanazok a programok. A tábort 8. alkalommal tartják meg Szlovákia legdélkeletibb térségében. Az ötletgazda a ma már Kárpát-medence szerte ismert, az Ungvidéken egyedüli citera zenekarként 1995-ben megalakult Fabotó Citera zenekar. Tagjai fellépéseiken a szórakoztatás mellett a magyar népzene szeretetére is nevelik a közönséget. Küldetésüknek tartják, hogy citeráik megszólaltatásával életben tartsák és továbbadják több évszázados népzenei kincseinket. Az első táborok során sikerült egy nagyon jó, úgymond utánpótlás csapatot, illetve potenciális utánpótlás csapatot összehozni. Sajnos ez a pandémiás időszak ezt a igyekezetet egy picit derékba törte, de ugye nem adjuk fel, folytatjuk. A tábori foglalkozásokat egy összeszokott szakmai csapat vezeti. Ez a tábor egy régi hagyományt folytat, illetve annak a mintájára lett megszervezve, ugyanis Tiszakécskén már nagyon-nagyon régóta működött, sajnos most már nem, citera tábor, több mint 30 éven keresztül, és ez azért nagyon nagy szó szerintem egy tábor életében. A szervezők is azt vallják, hogy valójában minden együtt létezik, a zene, a tánchoz az ének. Ez mind egy egységet alkot, és ez az egység ebben a táborban megvalósul.